Nyíregyházán 1968 óta képeznek pilótákat, az elmúlt 5,5 évtizedben több mint 5000-en szerezték meg a gépek irányításához szükséges tudást. Ez a hivatás napjaikban is népszerű a fiatalok körében, amit bizonyít, hogy Soprontól Zalaegerszegen át Mosonmagyaróvárig több mint 100-an érkeztek az első alkalommal meghirdetett szakmai nyílt napra. A mai napon ugye van a próba elméleti óráink, ezeket próbáltuk érdekesen összeállítani, súlypontszámítás, repülés tervezés, meteorológia tantárgyakból, illetve ezen kívül ugye most itt vagyunk a szimulátorban, ugye itt egy motoros repülőgépet láthatunk, ami éppen repül. Ezt is ugye kipróbálhatják az érdeklődők, ugye reptérkörbejáráson is ugye részt vesznek, részt vehetnek, hogyha szeretnének. Ez ugye azért fontos, hogy ugye lássák azt, hogy hol fognak képződni. Azonban, hát az időjárás most nem annyira kedvez ennek, de úgy gondolom, hogy ezt nyáron is meg fogjuk majd szervezni ezt az eseményt, és akkor remélhetőleg szebb idő lesz. Az érdeklődők között a szimulátor volt a legnépszerűbb, a fiatalok 10 percenként váltották egymást a készülékben. Ez egy alszim típusú szimulátor, főleg olyan képzésre használjuk a növendékeknél, amikor olyan körülmények között kell repülniük, amikor nem látnak ki a pilótafülkéből, tehát mondjuk felhős, rossz idős körülményekben navigációra használják, és itt igazából az alapoktól kezdve már a két pilótás képzésig segíti az útjukat ez a szimulátor. A képzés során összesen 60 kontaktóra van, amikor repülnek a szimulátorral, ebben nem számít bele összességében a felkészülési idő előtte, amit az oktatóval közösen töltenek, illetve az utána lévő megbeszélés, ami a szimulátor sessionnek a minőségét, vagy hogy egyáltalán hogy ment a növendékeknek. 60 óra, ez 20 órát jelent alapvetően két pilótás üzemben, és 40 órát pedig egyedül töltenek el az oktató jelenlétében. A képzés alapvetően úgy épül föl, hogy egy nyári tábor, vagy igazából egy alapképzéssel elkezdik a repüléseket, ez rendes repülőgépeken zajlik, ahol megtanulják az alapokat, és amikor elsajátították a biztonságos repülést úgynevezett VFR körülmények között, és VFR repülésre alkalmasak döntéshozó képesség szempontjából, akkor folytatják a képzésüket műszeres körülmények között, ami viszont szimulátor képzéssel indul, szóval körülbelül a képzésük felénél kezdik a szimulátor képzést. Simon Zoltán Tiszavasváriból érkezett a nyílt napra. A debreceni Tóth Árpád gimnázium diákja szeptembertől a Nyíregyházi Egyetem repülőmérnöki szak alapképzésén szeretné folytatni tanulmányait. Kisgépen már ült, de a szimulátort most próbálta ki először. Nagyon jó élmény volt, viszont még sose ültem ilyenbe, és nagyon nehéz lett volna, hogyha nem lett volna segítségem, de nagyon jó élmény volt. A képzési menedzser szerint évtizedek óta töretlen a pilótaképzés népszerűsége. Népszerű, de azért ez egy szűk réteget érdekel. Valamilyen szinten mindenkit érdekel, mert mindenkinek benne van a fejében, hogy hogy ő pilóta szeretne lenni, vagy jó dolog lehet ez. Sokan ezen elgondolkoznak, de az, hogy valaki ennek résztesen utána nézzen, elmenjen egy repülőiskolához, vagy akár jelentkezzen, azért az már sokkal szűkebb réteg. Tehát, hogy sokan ezt így nem gondolják komolyan, sokukat amúgy a család is lebeszél, hogy ó, a fiam, ne legyél, mert nem lehet. Azért összességében el kell mondjam, hogy a mai világban azért ez nem egy megugorhatatlan léc, hogy valakiből egy légitárságnál legyen egy első tiszt és később kapitány. Jelenleg 150-en vesznek részt a pilótaképzésben. A hallgatók a közép-kelet-európai régió 7 országából érkeztek Nyíregyházára.